meséljetek egy kicsit, hogy kik vagytok és mivel foglalkozunk. Mi a YouTube-on tevékenykedünk, mind a kettőnek van animés csatornája. Saci tavaly februárban kezdte, én meg tavaly novemberben, és főként animés vagy japános videókat készítünk. Na, hát nagyon jó hangzik. Hogy jött maga az ötlet, hogy ebben belevágjatok? Hát nekem nagyon megtetszett a YouTube világa. Tehát ugye egyébként nem sokkal mielőtt elkezdtem a csatornát, kezdtem elnézni youtubereket, igyekeztem a nagyobbakkal, és akkor úgy láttam, hogy ami is nyilvánban azért hiány van, nagyon szerettem, sajnos előtt kimaradt pár rész, ugye a munka miatt se többi, ami miatt nem tudtam ezzel foglalkozni, és úgy gondoltam, hogy egy hobbi, ami ugye érdekel, mint ugye a youtuberség, valamint maga az anime, meg ugye a japán, azzal én imádok foglalkozni, és így gondoltam, hogy ezt így összevegyítem, és akkor így létrehoztam az animológia nevű YouTube csatornám. Na, jó hangzik. Volt előttetek olyan, aki már foglalkozott ezzel a témával, vagy próbálta feldolgozni, vagy itt ti vagy az első gyakorlatilag? Voltak is, vannak is. Igen. Illetve hát a legelső, aki elkezdte, az, nem tudom, nevet mondhatom. Persze. A legelső, aki elkezdte, a Tyson-t volt, ugye az anime kommentál, mint férfiként. Őként egyébként mai napig mondja, hogy én kezdtem elő, így anime youtuberként. Azt szerintem biztos voltak kisebbek, vagy bármi, de egyébként vannak most már egyre több anime és illetve japánnal foglalkozó csatornában. És ilyenkor szoktatok velük esetleg kooperálni, vagy mindenki így megcsinálja maga videóját, aztán megyik el? Szoktunk. Még igával csináltunk több közös videót is, ugye neked az anime fanon csatornája van, tehát több közös videónk is van, amivel így próbáljuk szórakoztatni a nézőinket, meg másokkal is szoktunk készíteni közös videót, Densivel is készítettem már, meg szerintem Miga is tervez közös videókat másokkal is, ha jól tudom. Itthoni rendezvényeken vagytok jelen, vagy esetleg külföldieket is szoktatok látogatni ugyanilyen témában? Eddig csak itthoni rendezvényeken voltunk. Gondolkodtunk attól, hogy kimegyünk ugye Bécsbe, szokott tenni a rendezvényt, de most nem megyünk. Inkább az itthoni rendezvényekre próbálunk eljutni, mint a Millomirra, vagy Miskolcra, vagy az Huszakvárra, Debrecenbe. Igen, meg hát ugye Pesten járunk ugye rendszeres mondókon, meg most már cosplay party és fantasy expo tagok is lettünk, szerintem sűrűbben is jövünk, mert nekem speciál nagyon tetszik ez a légkör, olyan kis barátságos, családias az egész, igen. És mindenki anya király cosplayek vannak, tényleg, hogy már szégyellem, hogy nem cosplaybe jöttem. De azért szerencsére mások, tehát vannak azért, akik szintén nem cosplaybe jöttek. Mekkora a közönséget fogtok meg gyakorlatilag így a mai napon nézve például? A kettő közül én vagyok a kisebb, én most 574 feliratkozóval rendelkezem, még Saci, mennyi nem? Hát olyan 6400 valamennyi, folyamatosan növünk, bővünk, kis animológia közösségünk, akik egyébként imádok, és egyre jobban megbizonyosodok arra, hogy mennyire jó és kedves ez az anime társaság, közösség, tényleg akik szeretik így ezeket az anime és japános kultúrát, egyre inkább biztos vagyok benne, hogy ez egy remek és hihetetlen fantasztikus közösség. Szoktatok esetleg tartani ilyen közönség találkozókat, vagy az gyakorlatilag az ilyen rendezvényekben kiismerjük? Hát ez egy elég szűk réteg, ha úgy mondanám, úgyhogy általában azok, akik így szeretik az animéket, illetve japán, azoknak van szerintem azért rendezvény, tehát így kb. Az, aki ismer, meg még szerintem kicsik vagyunk ahhoz, hogy egy ilyen esetleg felmerülhetne, meg vannak specifikus rendezvények, amiken azért többségével ott tudnak lenni az emberek, és ugye fiatalabbakról is van szó többségével, ők azért annyira nem tudnak rendezvényekre eljönni, ebből találkozóra sem feltétlenül. Úgyhogy azért is próbáljuk kicsit a látószögünket így események terén bővíteni, hogy máshol is azok, akik esetleg vidékből nem tudnak felutazni, esetleg szeretnének velünk találkozni, mert ugye mi szeretünk az animés rendezvényeket, úgyhogy így a kellemeset a hasznossal. Jó, hallottam, hogy voltál most már a külföldre, erről mesél nekünk erre egy kicsit. Igen, így van. Japánban jártam, május végén indultam, és 2,5 hetet, tehát összesen 20 napot töltöttem el. Szigetország ugye -2 a repülőút, mert az odafele 14,5, visszafele 16,5. Úgyhogy az nem a legbarátibb. Nagyon-nagyon régi álmom volt az, hogy kijussak Japánban, főleg azért is, mert az anime tévén nagyon-nagyon megszerettem a sziget.
szeretem volna élőre is látni, és olyan örülök, hogy sikerült megvalósítanom végre ezt az álmot. Rendkívül jó tapasztalat volt, nagyon jó élmény, sok mindent alátámasztott azokból, amiket ugye olvastam, volt, ami egy kicsit ellentmondott annak, amit tapasztaltam, de összességében rendkívül élveztem, a rengeteg város végigjártunk, ugye Tokió, Kyoto, Osaka, Shirakawa, Kanazawa, Toyama, Takara, tehát rengeteg helyet, amik így mindegyik ilyen animés, anime részre emlékeztetett, hogy Isten, ott vagyok, és mindenki japánul beszél, és mindenki japán, és minden japán. Szóval fantasztikus volt, és folyamatosan mennek is a blogok a csatornámon erről az utazásról. Na, jó hangzik. Ugye ezzel kapcsolatban a kérdésem is, hogy mennyire azonos a valóság az animében, per mangákban megfestett Japánnal? Szerintem sok hasonlóság van. Elég hűen ábrázolják az animében ezeket a japán helyszíneket. Sőt, vannak egyébként, ahogy néztem, vannak olyan animék is, hogy kifejezetten, tehát a valós tájjal, csak raknak rá valamilyen effektet, és akkor azt rakják be. Nagyon-nagyon általában, rengetegszer mondom, úgy éreztem, hogy egy animében vagyok, tehát a japán iskolás kislányoktól kezdve, a metrón át, a utcákig, minden, tényleg azt mondanám, hogy nagyon-nagyon hülyen tudják ábrázolni. Ami a viszont fura volt, ugye, hogy cosplayek, ugye gondoltam volna az ember, rengeteg képet láttam, hogy mi a divat Japánban, az utcákon, meg mit mennek, meg hogy, és hát minimális volt, amivel így találkoztunk cosplayek tekintetében. De majd Viga is tud mondani valamit jövőre, mert hogy ő is tervezi augusztusban, hogy kimegy. Az animék magát világához visszakanyarodva, van esetleg egy képű, ami úgy jobban megérintett, vagy közelebb áll a ti szívetekhez, azt megemlítenétek? Hát én a Magi című animével vagyok így, az tényleg nagyon kedvencem, mert a maga a világon nagyon tetszik, mert nagyon egyedi, mert nagyon kevés animével találkoztam olyannal, ahol az ókorban játszódik, és inkább a közel-keleten. És egyszerűen a mangát is nagyon szeretem, hogy a kettőt együttvével szerettem meg az egész történetet, mert nagyon összetett, és ha bár egy kicsit gyerekesnek tűnik a grafikája miatt, nagyon sok mondani való van benne, és tényleg izgalmas, jól fel van építve, és innen miatt. Emiatt szoktam azt mondani, ez a kedvenc művem. Ilyenkor csak magát az alapművet érte, vagy a kiegészítőket is, például a Szimbád kalandjait? Azt is egy nagyon szeretem, mert ugye Szimbádot is szeretem, mert tényleg olyan karakter, akiről azt hinnénk, hogy ő egy fő szereplőnek való, és mégse az, ahol akkor berakta egy mellékszereplőnek is, ez is egy pozitívum, és akkor mi készítettek melléktörténetet, rá is gondoltam. Igen. Neked ilyen tekintetben mi a kedvencet, hogy te emeljek? Hát ezért mindig nagyon nehéz kérdés egy animé számára, hogy mi a kedvencet. Én inkább a régebbi animék iránt ezzel táplálok szeretetet, főleg ilyen Inuyasha, Death Note. Forgathatnátok egy saját animét gyakorlatilag, tehát megkapnátok hozzá egy teljes indiót, akkor milyen témában tudnátok ezt elképzelni? Hú, ezt egyszerűen már megkaptam kérdezni, és akkor sem tudtam nagyon ilyen választ adni. Én is megkaptam, én konkrétan felvezettem egy egész történetet. Miért egyszer megállottam, én ilyen fantasy történetet csinálnék, ahol a múltban játszódik, ugye, és akkor a főszereplő valahogy átkerül meg a jelenbe, és akkor látnám, hogy az ő családját gonosznak állítják le, és akkor ezt próbálná így kiavítani, hogy nem ők voltak a gonoszok. Ha visszamehetnétek akkorra, amikor csak elkezdtétek a youtubozást, de még a mostani fejetekkel gondolkodnátok, mit változtatnátok esetleg? Rengeteg minden. Én nagyon-nagyon sokat tanultam ez alatt a másfél év alatt, így a videózásról, meg a youtuber létről, mert ez végül is valamilyen szinten egy létforma is, hogy is mondjam, tehát mondhatni, hogy mint egy szakma. Itt is ki kell tanulni a csínyelvényel. A mai tudásommal szerintem jobb lenne, mert így nagyon-nagyon ritkán szoktam visszanézni régi videóimat, és azért ugye az önbizalom hiány, meg hogy mutogatsz, hogy beszélsz, mit beszélsz, tehát ezeket azért most már jobban tudom én szerintem a régi énemhez képest. Hát én ugye nem olyan rég csinálom, úgyhogy éve. Hát én is az önbizalomnál azt emelném ki, az elején még nagyon így megálltam, nem mosolyogtam, így halkan elmondtam, most azért már próbálok viccesebb lenni, bátrabban mondani a dolgokat. Igen,
technikákat is próbáljuk. Igen, a vágás technikám is az ugye javult, mert az elején is köszön, benne maradt olyan rész, amit nem kellett volna, úgyhogy ezek. Ha így egyről a kettőre hirtelen ilyen hatalmas nézőszámba tennétek szert, tehát mondjuk én 1 milliós feliratkozó számra, hogy tudnátok elképzelni magatokat? Én biztos, hogy ezt esetleg, mert érzem annak is a hatását, hogy mondjuk 10-ről, 100-ra, 100-ra, 1000-re, meg most már ugye 6000-re, tehát más a bázis. Tehát ugye sokkal többen vannak, sokkal több pozitív és negatív dolgot is kap az ember. Tehát, hogy nehezen. Tehát azért, igen, egy idő után nem véletlenül szoktam nézni más youtubereket is, sokan azért már, akik ilyen 100 000-es nézőközönséggel rendelkeznek, vagy több 100 000-essel, azért elég sok negatív mód kapnak, most épp az egyik abba is hagyta ez miatt. Szóval nem feltétlenül céloznám meg azt az 1 milliót, mert sok esetben nagyon sok a hátránya. Tehát inkább egy kis, szűk családos közösség, aztán közelebb áll hozzám, mint egy milliós. Persze tök jó lenne, én nem azt mondom, hogy bárki, tehát youtuberek is gondolom, hogy ők is szeretik, hogyha minél többen vannak, nyilván, ezt, ha már csinálunk valamit, akkor azt szeretjük, hogyha úgymond elismerik, és hát ugye nézésre, megtekintésre, feliratkozásra kapunk úgymond választ erre, hogy jól csináljuk-e vagy sem, de azért ez ennyi volt. Én megrendülnék, hogy de egyúttal örülnék is, mert tudnám, hogy Magyarországon van 1 millió anime is, és az tök jó lenne. De azt mondom, hogy mostani tudásommal én nem állok készen arra, hogy 1 millió embernek gyártsak ugye tartalmat, meg ugye ott van a felelősség is, hogy ugye akkor nagyobb a közönség, akkor mindenkinek megcsinálni azt a tartalmat, ami érdekli őket. Igen, úgyhogy több embernek kell megfelelni. Ugye hiába mondják, hogy ugye youtuber, te csatornára csinálsz, amit akarsz, tehát nem teljesen így van, mert azért nyilván szeretnél olyan tartalmakat gyártani, ami a nézőidnek szimpatikus egyértelműen, és akkor ugye szoktak azért jönni kérések is, hogy ő nagyon szeret egy animét, és akkor ezt kritizálja meg, vagy bármilyen más kérés is jön. Szóval az 1 milliónál már úgy, de akkor az már abból is él általában az ember, mert most mi, én legalábbis meg szerintem mivel is fogjuk, én nézzük jelenleg ezt. Én megkezdtem az interjút, aztán találkozunk a legközelebbi